karók a helyükön, így óvják meg az újonnan ültetett facsemetéket. Idén is folytatják Máté Szalkán a várost zöldítő programot. Az a céljuk, hogy egészséges környezetet teremtsenek a városlakók számára. A Zöld Máté Szalka kampányunk keretében minden évben faültetést végzünk ősszel. Most még nem fogyott át a talaj, úgyhogy ez a legjobb időszak a faültetésre, úgyhogy főkertész asszony tanácsa is felülvizsgálata mellett elültetünk 64 fát ismét a városban. Ebből van 50 gyönyörű szép platánfa, van 5 darab kőrisfa, és 9 házfát fogunk elültetni a város 3 pontjára. Ide az Alkotmány utcára fogunk ültetni az Ipari út mellé, ott főleg pótlások lesznek, és a keleti lakótelepen is zöldítjük Máté Szalkát. Bár az önkormányzat szakembereinek szigorú felügyelete mellett zajlik a fásítási program, minden alkalommal bevonják a fiatalokat is a munkába. Fontos, hogy a jó gyakorlat elterjedjen a diákság körében is. Nem csak a több fa kedvéért ültetjük, bár nyilván ez a legfontosabb, hanem egy ilyen környezetformáló, szemléletformáló akcióval is egybe kötjük, úgyhogy a Baross László mezőgazdasági szakközépiskola diákjai és tanárai segítségével végezzük ezt a faültetést. Ezzel is tanítjuk a gyerekeknek, a jövő fiatal generációjának, hogy fát ültetni soha nem késő, és a jövő számára ez a legjobb befektetés. A most elültetett 64 fát nem hagyják magára. Jövő tavasszal előreláthatólag áprilisban öntöző zsákot is szerelnek rájuk, hogy a folyamatos vízpótlás biztosított legyen.